Nem először merül fel az elképzelés Ercsi város vezetőiben, miszerint Báró Eötvös József földi maradványai kerüljenek vissza eredeti nyughelyére, a Dunaparti kápolnába. A csontokat a 60-as évek elején hozták be Ercsibe, mert a kápolna már akkor rossz állapotban volt, és a sírokat megrongálták, kifosztották. A város központjában lévő kripta fölé 1961-ben állították Wild Tibor szobrászművész bronz szobrát, mely azóta is a város egyik jelképe. Az elmúlt 60 év alatt a kápolna folyamatos pusztulása nem tette lehetővé, hogy a csontok visszakerüljenek eredeti helyükre. A kápolna felújításával viszont ez az akadály elhárult, így a képviselő testület ismét napirendre tűzte az Eötvös család újra temetését. 4 éve gyönyörűen szépen felújították az Eötvös szapári kápolnát. Én úgy gondolom, hogy Eötvösnek ez volt az utolsó kérése, hogy Ercsibe kerüljön, és itt leeljen nyugalmat, abban a kápolnában, ahol már korábban az ő nagyapját és nagyanyját is eltemették. A város már korábban felvette a kapcsolatot az illetékes szervezetekkel, hatóságokkal, és meg is kapta a szükséges engedélyeket. De a vírus helyzet alakulása miatt az esemény folyamatosan tolódott. Én úgy gondolom, hogy halálának a 150. évfordulójára méltó lett volna, ha vissza tudtuk volna temetni február 2-án. Ez volt az eredeti terv. Erre a nemzeti örökség védelemmel egyeztetve, püspökséggel egyeztetve is megkaptuk a úgymond a zöld utat és a fejbólintást, illetve levelet is visszahozták a nemzeti örökség védelmi hivataltól. És hát úgy gondoltuk, hogy akkor ebben az évben meg fogjuk ezt tenni. Igaz, hogy nem február 2-án, hanem valamikor még, amit én sem tudok pontosan, amikor ennek a pandémiának vége lesz, akkor ezt remélhetőleg meg tudjuk oldani. A járványnak még korán sincs vége, de a munkálatok ennek ellenére április 19-én az Eötvös szobor alatti kripta felnyitásával elkezdődtek. A csontmaradványok kiemelését Líbor Csilla, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum antropológusa felügyelte. A feltárás most folyik, amiben én sem tudom pontosan eldönteni, hogy kinek és milyen csontjai vannak. Én élek a gyanúperrel, hogy annak idején, mikor 60-as években ide behozták mindenkit méltóan, szerettek volna végtisztességben részesíteni. Én úgy gondolom, bekerültek a nagymama, nagypapa csontjaiból is darabok ide, amelyek megmaradtak. Mert elég nagy a szortiment, illetve nem is teljes komplett csontvázról beszélhetünk itt az eddigi feltárások alapján, de hát majd kiderül, és hát itt van egy antropológus hölgy, aki hát ezt kezébe tartja, és ő a szakmai vezetője, illetve hát nekünk is van egy régész intézményvezető helyettesünk, Piroska Eszter, aki hát itt segítségére van. Mi meg itt pedig hát szájtátian azért figyeljük ezt az eseményt, mert úgy gondolom, hogy sokakat érint és érdekel, és szeretnék ezt a kellő tiszteletadás mellett megtenni. És bízom benne, hogy a kiszedett darabokat, akár koporsó, akár ottani ruhadarabok vagy csontmaradványok, azokat majd megtisztítás után egy szép koporsóba elhelyezve újra vissza tudjuk temetni a szapári Eötvös kápolnába, és akkor tényleg végre azt mondhatjuk, hogy végső nyughelyére került Eötvös József. A következő hetekben a felszínre hozott csontok tisztítása és beazonosítása zajlik majd. Hát ugye a DNS vizsgálatokat szoktak már ilyenkor mondani, ez egy korszerű lehetőség, amivel hát lehetne operálni, de hát ez nagyon sokba kerül. A város költségvetésének kéne állni ezzel, én meg óvatosan szoktam bánni. Annyi jelenleg is tudható, hogy a kriptában az Eötvös család több tagja is helyet kapott, de hogy a felhozott csontok hány emberhez tartoznak, az csak az azonosítás után lehet majd pontosan megmondani. Próbáljuk együttesen kezelni, mert ez a családnak a maradványai, amelyben benne vannak reményeik szerint Eötvös Józsefnek is a csont maradványai, mert én úgy gondolom, hogy ez Eötvösnek kijár. Eötvös a munkássága, politikai, irodalmi és tudományos akadémiában végzett tevékenysége folytán elvárhatóan meg kell, hogy tegye egy olyan település, amely a szívéhez nőtt gyermekkorában, és ez volt a vágya, hogy itt temetkezzék el. Én úgy gondolom, hogy ezt meg tudjuk így is tenni, még ha nem is teljesen komplett ez a csontváz, de hát erről nem mi tehetünk, mi utódok, hanem a köztes időszak a 150 évvel történt halála után, az utána következő korosztály, aki nem kellően kezelte ezt az ügyet, illetve feldúlták a sírokat, hát ezekkel nem tudunk már mit tenni, sajnálatosan.